Kedves nézők, illene és illik is bemutatnom vendégemet, Dombóvári Ildikót, és azt hiszem, hogy nem először, de remélem, hogy nem is utoljára találkozunk. Szögezzük le a nézők kedvéért is, hogy névrokonok vagyunk. Névrokonság. Hát jó lenne esetleg, hogyha nem csak névrokonok lennénk, de hát ez most így adódott, úgyhogy akkor összetartunk mindenféleképpen. És a Hangvilág napja apropóján, ami ugye minden esztendőben április 16-án van, és az e köré csoportosított rendezvények mindenhol megvannak. Az idén az ismert okok miatt nem, de attól a világnak még megvan, amit, hogyha jól tudom, valamikor 1999 táján kezdeményeztek, legalábbis én azt olvastam, és aztán 2002-ben volt az első világnap, és Magyarország pedig 2016-ban csatlakozott ehhez az ünnepség sorozathoz. Úgyhogy ennyi mondjuk így hivatalosan a bevezető, de hát, hogy mi a hang, azt nagyon sokan megkérdezik, megpróbálják megválaszolni. Én egyetlen egy mondatot írtam föl, hogy a hang a beszéd legkisebb, tovább nem osztható egysége. Hát ezt most azt értelmezzük azért, hogy van ez. Hát így van, sokféle megoldás vagy megfogalmazás lehet a hangra. Az én szakmám ugye logopédus, tehát én a logopédia szempontjából is szemszögéből foglalkozom a hanggal, a hangjelenséggel, és valóban a kommunikáció egyik eszköze a hang, méghozzá a beszédhang. Igen. De a logopédus nem csak a beszédhanggal foglalkozik, mint hangkiejtés, hanem magának a hangnak a minőségével is. És itt a Hangvilág napja kapcsán erre szoktunk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy egyáltalán, hogy hangunk van, hogy meg tudunk szólalni, hangot adunk. Az nem csak a beszéddel függ össze, hanem a magával, azzal, hogy kommunikálunk és megnyilvánulunk a világban. Na jó, ezt én értem tökéletesen, de azért tegyük tisztába, hogy voltak ebben mi a hang. Szóval azt mondják, hogy rezgés, meg sok mindent mondanak. Egy viszont biztos, hogy, és ezt szakembertől hallottam, hogy a születés pillanatától kezdve velünk van egész életünkben. Hogyne, így van. Na szóval mi a hang? Tessék! Hát a hang egy fizikai jelenség, és tulajdonképpen az élet megnyilvánulásánál, amikor a kisbaba megszületik, ugye mi az első fontos dolog, hogy felsírte, adott-e hangot. Tehát azzal a hanggal jelzi azt, hogy igen, itt vagyok, úgyhogy ez onnantól kezdve működik, de a hangok már nem csak ekkor játszanak szerepet, akár egy újszülött vagy egy kisbaba életében, mert a magzati korban bizony a hangok, mint rezgések, bejutnak az anya szervezetébe, és a kisbaba itt már mindennel, vagy a magzat mindennel találkozik, és ő már egy csomó érzékletet magába szív, és amikor megszületett, akkor ennek birtokában fejezi ki magát, és valóban a sírással, aztán nagyon rövid időn belül más egyéb módon is elkezd kommunikálni és hangot adni. Hát akkor Kodály Zoltánnak nagyon igaza volt abban, hogy már akkor beszélgetni a gyerekkel, amikor még a mama pocaknyában van. Persze, így van, ezt már akkor elkezdjük. Azért jut eszembe, hogy akkor már ő ilyen értelemben felkészült engem a világra. Igen, és hát amíg élünk, az élet folyamán, ez folyamatosan elkísér bennünk, gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, az utolsó lehelletünkig. Tehát, hogy még ez a sóhajszerű hang is, ami azért ott a hangszalagok működése nyilván már nem megfelelő, mert ott már csak egy lágy működéssel egy sóhajtás van, de ez az életünk során végig velünk van. Nem szabad semmiféleképpen, gondolom, kihagyni azt, hogy légzéstechnika. Szóval azt tudom, meg hát a saját szakmánkból is tudjuk, hogy amikor az ember beszél, akkor éppen kilégzés van. De egyáltalán ezt hogy lehet megfogalmazni, hogy mire kell vigyázni, vagy egyáltalán még akár a hangképzési zavarokig is hogy lehet eljutni? A hangképzési zavaroknál gyakorlatilag kardinális a légzés zavar, a rossz légzésfunkció, hogy nem megfelelően veszünk levegőt. Ugye nagyon fontos, szerintem már a köztudatban is sokan hallották ezt, hogy hasi légzés, tehát hogy nem a mellkasunkban, nem a nyaktájra fölőre kapkodjuk a levegőt, hanem egy kicsit lejjebb, mert minél több levegőt sikerül a tüdőbe juttatnunk, és ott egy kicsit elraktározni, annál szebben, tisztábban, hangzóan, adott esetben hangosabban tudunk beszélni. Hát a jogázók is meg szokták mondani. Persze. Úgyhogy a légzés az az alapja, és amikor a logopédusok hangterápiával foglalkoznak, úgynevezett diszfóniaterápiával, ott mindig ez az első lépés, és ha valaki akár vele organikus okokból, akár rossz beszédképzésből adódóan úgynevezett rekedtséggel, diszfóniával kell, hogy időlegesen megbirkózzon, akkor amögött mindig az áll, hogy valamilyen rossz légzéstechnikával túlerőltette a hangját. A szülők nem mindig szokták észrevenni a gyereknél, amikor beszélni kezd, hogy most
hogy beszél, hogy pöszít, vagy nem tudja az elbetűt kiejteni rendesen. Szóval ezt vagy észreveszik, vagy nem, de hát éppen hát a logopédusok tudják a legjobban, hogy egyrészt mennyire hozható helyre, másrészt, hogy hát szóval azért időben meg kéne nézetni szakemberrel ilyenkor a gyerekeket, ugye? Hogyne. Hát azért most már ebben sokat fejlődött a mi szakmánk, meg úgy összességében a nevelésügy. Szerintem a szülők is nagyon sokat tudnak, sőt az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó védőnői hálózat is sokat tud erről, hogy mikor kell elkezdeni egy kisgyereknek beszélni. És annak vannak előfeltételei, előszobái, amik a hanggal kezdődnek. Igen. Tehát azzal, hogy felsírt a gyerek, és azzal, hogy különféle sírás mintákat produkál, és erre a szülő reagál, ezeket érti, értelmezi, azzal arra buzdítjuk, hogy akkor ő ezzel egy kölcsönös kommunikációt megvalósítson. Bocsánat, csak zárójel, hogy különféle sírás minták, ez nem azt jelenti, hogy hisztizik, hanem valamit ki akar fejezni. Így van, persze. Hát meg szoktuk kérdezni az anyukától, hogy felismerte-e azt, hogy milyen, hogy sírt, amikor éhes volt, hogy sírt, amikor unatkozott, hogy sírt, amikor fájt, mindnyájan akik gyakorló szülők vagyunk, ezt tudjuk, egy idő után az ember szépen beazonosítja, hogy máshogy sír, és ezért van, hogy most csak unatkozik, akkor most nem megyek oda, de bizony egy fájdalom sírás az nagyon fontos és felhívó jellegű, aztán erre jönnek a gagyogások, gőgicsélések, és akkor így indul el a beszédhang, amiből aztán jönnek az első szavak, amik a mostani szakmai álláspont szerint 2 éves korban azt gondoljuk, hogy élik elkezdeni egy kisgyereknek néhány szóban, legalább olyan 50 szóval beszélni, és legalább 2 szót valami kis közlésé összekapcsolni. Igen, és hogyha valami nem stimmel, tessék szakemberhez fordulni, akkor most felugrunk egy kicsit a felnőttebb korba. És voltak éppen oda szeretnék én kilukadni, hogy mi mindent jelent, és mi mindent fejez ki a hang. Most ezt én úgy értem, hogy haragot, érzelmet, szeretetet, mindent az ég adta a világon, és akkor gondolom a hangképzésen kívül itt annak is szerepe van, hogy az illető milyen lelki állapotban van, nem? Persze, ennek is szerepe van, sőt, hát ez egy biológiai meghatározottság, mint ahogy adott a magasságunk, a szemszínünk, ugyanúgy a hangunknak is vannak olyan fizikális tulajdonságai, mert hogy ugye ez egy beszédképző szervek összeadódó működéséből létrejövő jelenség. Ebben megvan, hogy nekünk milyen hangszalagunk van, mekkora tüdőkapacitással rendelkezünk, milyenek a artikulációs bázisaink, azok hogy mozognak, mert ebből adódóan, mint egy hangszer, a saját testünket használjuk, és adunk egyfajta hangot. Ami aztán a garat, meg a száj, meg nem tudom, valahol ki. Így van, így van. Aztán ez változik egyrészt időben is, hiszen tudjuk, hogy a kisgyerekek hangja, az egy úgynevezett gyerekhang, jó sok ideig a kisfiúknak és a kislányoknak ugyanolyan magasságban, ugyanolyan csillogóan beszélnek, a kamaszkorral indul el a változás a fiúknál ugye a mutálás irányába, az is nagyon fontos, ezzel is foglalkozik a logopédia is például, hogyha ez elmarad, ugye azt szoktuk mondani, hogy ilyen mutáció tarda nevű kórkép alakul ki, amikor nem mutál a fiú, tehát ugyanúgy magasan marad a hangja. Ez adott esetben nagyon zavaró lehet, és sok kliensünk van, akivel ezért kell, hogy foglalkozzunk. És akkor változik az élet folyamán, a folyamatosan nőknél és férfiaknál is, és érdekes módon azt figyelték meg, hogy ahogy telik az élet, a férfiak hangja egy darabig mélyül, a nőki ugye magas, és aztán ez változik, nagyon időskorra ki tud egyenlítődni, a nélik hangja lemélyül, hormonális változások következtében is, a férfiaknak meg adott esetben ez a szép, öblös, rezgő hangja el tud tűnni, és egy kicsit magasabbá vált. Egyébként az előbb, amikor itt szóba hoztam, hogy vigyék a gyereket szakemberhez, hát az, amikor már beszél, tényleg, és már iskoláskorba kerül, akkor hát nyilvánvalóan a szakemberek, hát beszédtechnika, hát ezt nem lehet megkerülni sehogy, és mindenhol az ég adta világon erre szükség van, hogy tessék szíves lenni, érthetően, jól artikulálva beszélni, akár a közérbe megy az illető, akár színpadon van. De hát ezt kell tanítani, és jutottunk mi ebben egy kicsit előre? Vagy pedig az óvónéni, nem akarok senkit megbántani, bocsánat, de még mindig úgy mondatja a gyerekkel a verset, ahogy nem kellene? Ilyen is van, olyan is van. Talán egy kicsit jutottunk előrébb is, bár azért visszalépések is vannak. Tehát azzal, hogy felgyorsult a világ, többfajta információt kell, hogy feldolgozzunk, és nagyon sok a vizuális csatorna, az online csatorna, amikor már nem kell hanggal kommunikálni, nagyon sok mindent írásban teszünk, írásban végzünk, vagy internetes felületeken. Ezért leszokunk erről, hogy kell kommunikálni, hogy ez érthető legyen, belevisszük a felgyorsult élettempónkat, élethelyzetünket,
helyzetünket, ami már érthetetlenné tudja tenni a beszédet, de megint csak kezdik ennek a jelentőségét fölfedezni, és azért igyekszünk visszaállítani óvodában is, iskolában is, tehát a logopédia területén dolgozó szakemberek mindenképpen próbálják ezt a társszakmák felé is közvetíteni, hogy figyeljünk erre. Lehet, hogy furcsa a kérdés, de én láttam filmeken, mikor például a japánok ilyen úgy lemezeket ütögetnek meg minden, és terápiára használják, szóval hanggal lehet gyógyítani. Persze, hogy nem. Na, hogyan? Volt erről ugye szó, hogy kifejezi a hang a lelki állapotunkat, természetesen, de ha idegesek vagyunk, ha szorongóak vagyunk, ha izgulunk, elmegy a hangunk, gombócot érzünk a torkunkban, tehát nyilván rögtön az idegállapotnak egy olyan nagyon kis rezonáns fokmérője, amiből jól tudunk arra következtetni, hogy valaki milyen helyzetben van, vagy mind megy keresztül, és azzal, hogy a hangunkat valamire használjuk, vagy ezt egy kicsit irányítja egy szakember, azzal a lelki állapotunkra, a pszichénkre, a saját énképünkre is tudunk hatni. Aha. Az előbb, mikor Kodályt mondtam, akkor jutott eszembe, hogy szóval tulajdonképpen a zene szerepe, akár a hangképzésben, akár most nem csak az éneklésre gondolok természetesen, hanem a zene, vagy éppen egy színház, vagy színpadi mozgás mellé járuló hang, akkor ez gondolom ugyancsak fontos lehet, de hát akkor azért, mert ugye a hanggal lehet gyógyítani, hát akkor ez zenével is lehet gyógyítani, mert zeneterápia is van. Persze. És azt hiszem, hogy ez a kettő nem választható el egymástól. Nem. Hát ezek összefüggnek, így van, és a zenének a passzív befogadása az visszahat a mi auditív érzékenységünkre, az visszahat a hangunkra, lelki állapotunkra, tehát ezek nagyon szorosan összefüggnek, és akár az is, hogy énekeljünk akkor, és ha úgy gondoljuk magunkról, hogy nincs jó énekhang, ennek most nagy divatja van, hogy nagyon sok felnőtt különféle amatőr kórusokba iratkozik be, pont igen. Azért, mert azt érzi, hogy ez a fajta tevékenység számára megnyugtatóan hat, és visz valami nyugalmat a hétköznapi életébe. Itt van például, még az jutott még eszembe, mert ugye mikor a kisgyerek elkezd beszélni, vagy ne egy Isten dadog. És azért mondom, hogy a zene, vagy éppen a versmondás, vagy bármi ilyesmi, az akkor hangilag segít neki, mert állítólag, ha énekel, akkor nem dadog, hogyha beszél, akkor meg dadog. Uh-huh. Úgyhogy akkor itt is a hangnak, vagy térjünk vissza az előzőre, itt is a hangképzésnek van szerepe, ugye? Persze, a hangadásnak, hangképzésnek, de a ritmusnak, a ritmizálásnak, aha. És a zenében meg ugye van egyfajta ritmus, amit egyébként át kell, hogy vigyünk a beszédünkbe is. Tehát a beszédnek is van ritmusa, amiről azt mondjuk, hogy ezt leginkább a magánhangzók határozzák meg, tehát azok tagolják a mi beszédünket jól érthetővé és ritmizálhatóvá. Az előbb, mikor szó volt arról, hogy óvodában, meg mindenhol most már azért, vagy több helyen, mint régen vigyáznak arra, hogy a gyerekekkel hogyan, és egyáltalán a gyerekek hogyan beszélnek, de hát jó, online, meg ül a laptop előtt, meg keveset beszél, de én emlékszem annak idején, például volt az általános iskolában beszélgetés óra. Igen. Én még emlékszem rá, hát ami tulajdonképpen, hát legalábbis úgy emlékszem rá, az volt, hogy az osztályfőnök az elkezdett beszélni, és valamiről beszélgettek, és beszéltette a gyerekeket. Most nem akarok elmenni egészen magasabb szintre a szónok képzésig, meg a szónoklatig, de én úgy tudom, hogy most ilyen nincs. Már nem jelenleg, hogy mindenbe van zárva, meg online tanulás van, hanem egyáltalán. Hát alapvetően ez nagyon rég megszűnt már, én sem ma kezdtem az iskolát, és már az én tanulmányaim során is. Ott se volt. Ez már nem volt, tehát ilyen nem volt. Énekóra volt még? Az még volt. az még volt. De beszélgetés óra nem volt. Talán mi még többet beszéltünk, tehát nálunk még a szóbeli megnyilvánulás magasabb volt, még akár a főiskolás egyetemista éveim alatt is. Most viszont már minden írásbeli, pont azért, hogy az időt rövidítsük, nagyobb tömegekben tudjunk gondolkodni, de mégiscsak fontos lenne, hiszen az élő beszéd is igényel egyfajta struktúrát abban, hogy gondoljuk végig a mondani valónkat, és lehet meg valaki... Meg az agyunkban. Meg az agyunkban, így van, és lehet valaki nagyon okos, nagyon jó szakember, de ha ezt nem tudja jól tolmácsolni, más felé érthetővé tenni, akkor adott esetben nem biztos, hogy az ő képességei kijönnek. Ez fontos lehet egy állásinterjú például, pontosan. Ahol még mindig személyes meghallgatás van, mert ott nagyon sok mindent elárulhatunk azzal, hogy miként képviseljük magunkat, és ezért is fontos lenne akár az iskolákban is, vagy felsőoktatási intézményekben, hogy ez egy megszokott feladat legyen a szóbeli megnyilvánulás. Nagyon sokan azt mondják, hogy felnőtt korban, mondjuk valaki, a felnőtt kort most úgy értem, hogy nem tudom, 30 éves,
és nem nagyon törődtek vele, meg ő sem törődött azzal, hogy helytelenül beszél, vagy rosszul ejti ki a szavakat. Most nem a tájszólásra gondolok, mert az úgy, ahogy van, rendben van, az úgy nagyon jó. De hogy akkor állásinterjúról jutott eszembe, hogy akkor már most már mit csináljak felnőtt fejjel. Pedig én állítom, hogy ha most maradjunk a 30 éves kornál, és akkor megy valaki állásinterjúra, ugye, vagy készül, akkor is ugye lehet javítani a beszédén. Igen. Igen, tehát annak már rég vége, hogy akkor akár a logopédia, akár a beszédtechnika eddig vagy addig tart, tehát életünk folyamán végig, tehát ha van egy belső elhatározás abban, hogy valaki szeretne változtatni, akkor ez nagyon jól csiszolható, csak neki kell látni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát további sok sikert a munkához, és nem akarok butaságot mondani, de legyen kevesebb dolgod, mert akkor azt jelenti, hogy talán a logopédusnak több ideje van magával foglalkozni, mint a sok-sok tanítványal, hát akinek kell hozni a beszédét, és talán most itt ugye mi a fővárosban vagyunk, és talán a városi, hát hogy úgy mondjam, folklórnak nevezett helytelen beszéd is csak-csak el fog tűnni, mert a nagyvárosokban már az A betűt nem nagyon ismerik, mert nem azt mondja, hogy vásárváros, hanem azt mondja, hogy verserváros. Úgyhogy azt hiszem azért van még mit tenni, úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves anyuka, apuka! Képekkel fogunk játszani, közben gyakoroljuk a sz hang helyes ejtését szó elején. A gyakorlathoz szükség van a szószedet képeire. Nézzünk képeket. Elmondom a nevüket, te pedig mondd utánam. Szív. Szív. Szilva. Szilva. Szék. Szék. Szélmalom. Szélmalom. Szem. Szem. Szellem. Szellem. Száj. Száj. Szám. Szám. Szalámi. Szalámi. Szandál. Szandál. Szoba. Szoba. Szoknya. Szoknya. Szökőkút. Szökőkút. Szög. Szög. Szúnyog. Szúnyog. Van olyan kép, amelyikről nem tudod, hogy mit jelent? Szélmalom. A szélmalom egy olyan épület, amiben a búzából lisztet készítenek, és ezeket a lapátkerekeket a szél forgatja. A hang helyes ejtése érdekében figyeljünk arra, hogy a szánk széles, mosolygós legyen, nyelvünk hegye pedig lent pihenjen az alsó fogsor mögött. Szükség esetén tükör előtt ellenőrizhetjük a helyes kiejtést. Ha valamelyik szó jelentését nem tudja a gyermekünk, magyarázzuk meg neki. Naponta többször is játszhatunk így. Ha bármi kérdése van, forduljon logopédusához.